Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, Szedlacsik Miklósnak hívnak. Tegeződve szoktuk tartani a képzéseket, remélem ez nem bántó senki számára, sőt itt nálunk mindenki tegezi egymást kortól nemtől függetlenül. Mennyire vagytok elégedettek a jelenlegi világgal? Egyáltalán nem vagyunk meg elégedve. Ki az, aki olvasott már olyat, vagy hallgatott videón olyanokat, amire azt szokták mondani, hogy összeesküvés elmélet? Ezt tegye fel a kezét. Igen? Hát olyat, ami összeesküvés elmélet, amire azt szokták mondani, hogy összeesküvés elmélet. És mióta hallottok vagy néztek ilyen dolgot, hogy összeesküvés elmélet? Tehát úgy körülbelül, sac per kb. 3000 év. 10 éve. Mennyi? 10 éve. 40. Aha. És ugye láttatok már olyat, nem, hogy próbálják ezeket az összeesküvés elméleteket cáfolni, nem? Olyat is láttatok már? Igen. TV-ben csak megcáfolják. Meg lefikázni. Lejáratja. Tehát próbálják lejáratni, nem? Igen. Meg. Meg cáfolni ezeket. Na most, nem tudom, aki ugye látott olyat is, hogy összeesküvés elmélet, meg látott olyat is, hogy cáfolat, vajon 2020-tól hogy áll ehhez a kérdéshez az ember? Hogy vajon, mert ugye az összeesküvés elmélet szerint ugye vannak olyan háttérhatalmi törekvések, amely ugye a háttérből irányítják a dolgokat, bizonyos emberek, bizonyos családok, stb. Stb. Ugye ez a lényeg az összeesküvés elméletnek, hogy gyakorlatilag hát nem túl jó szándékkal irányítgatnak hátulról. Ugye ez az összeesküvés elmélet lényege. Ugye ezt ugye a másik oldal azt cáfolja, az azt jelenti, hogy sokan ezt próbálják cáfolni, hogy nincs ilyen, a hatalomban azok az emberek vannak, akik vannak, nincs olyan, hogy háttérhatalom, meg nincs olyan, hogy hátulról mozgatnák a dolgokat, tehát háttérből mozgatnák a dolgokat, tehát ilyen nincs. Na most nem tudom, hogy láttátok ezt mondjuk az elmúlt három évben. Tehát mondjuk 2019 évvégétől, vagy 2020 évelejétől, hogy láttátok ezt? Hogy vajon kinek lett igaza? Azoknak, akik azt mondták, hogy nincs háttérhatalom, vagy azoknak, akik azt mondták, hogy van háttérhatalom? Hogy láttátok? Tehát úgy őszintén. És hogyan nyilvánult meg számotokra, hogy van háttérhatalom? Minden összeesküvés elmélet létrejött. Tehát gyakorlatilag, amit ugye régen lehetett hallani összeesküvés elméleteket, ugye a háttérhatalmi törekvésekről, az gyakorlatilag most szépen kezd kibontakozni, megjelenni, nem? Tehát amire azt mondták, hogy mese habbal, amire azt mondták, hogy nem létezik, ami azt mondták, hogy nincs ilyen, nem is lesz ilyen, az úgy kezd úgy kibújni, mint egy növény a földből, nem? És elkezdett láthatóvá válni. Tehát például ma olvastam egy olyan cikket, hogy ugye milyen törekvések vannak itt az élelmiszer termelés területén. Tehát például, mit tudom én, mondjuk a cikkben az is benne volt, hogy Bill Gates lett az Amerikai Egyesült Államok legnagyobb földbirtokosa. Tehát, hogy gyakorlatilag fölvásárolt rengeteg földet, de nem termel rajta semmit. Tehát, ami azt jelenti, hogy előtte termeltek rajta azokon a földek nagy részén,
és mert olyan földeket vett meg, és most nem termel rajta senki semmit. Mert ugye az az elmélete, hogy hát a termelés az előidézi a klíma problémát. Jaj, Istenem, ki mondta ezt? Hát mondom, Bill Gates. Hát cserébe látott, érettséggel van szépen. És igen, igen. Tehát ugye hibáztatják a teheneket, hogy a gázokat kiengedve, ugye gyakorlatilag, hogy azt mondják, hogy ugye annak is köszönhető, hogy melegszik a klíma. És a 8 milliárd gáz az hol? Tehát ezáltal ugye állatokat sem legeltethetnek azokon a területeken, amit ő megvásárolt. Tehát azon se állattenyésztés, se növénytermesztés nincs, úgyhogy ő Amerikában, mondom, a legnagyobb földtulajdonos. És hát ugye azt észrevehette most mindenki, hogy akadozott az élelmiszerellátás, nem? Tehát itt volt egy olyan időszak, hogy egy kicsit akadozott. Tehát, hogy voltak hiány termékek, amit nem lehetett kapni. Na most, tehát ugye ebben a cikkben, az volt leírva, hogy rengetegen mentek tönkre, a Földön millió számra mentek tönkre az elmúlt 3 évben. Kis és középvállalkozások, millió számra. Tehát a Földön. Aminek ugye egy része természetesen élelmiszertermeléssel foglalkozott, és hát például a hús termelés az ebben a 3 évben drasztikusan visszaesett. Tehát drasztikusan. Mert egyszerűen azért mentek tönkre, mert azért fizettek országokban, itt a Covid alatt, hogy ne tenyésszenek állatokat. Érted? Szó szerint. Tehát egy érdekes helyzet felé megyünk, ugyanis ugye a háttérhatalom szerint, tehát az összeesküvés elmélet szerint, hát a föld lakosságának a jó részét azt éhen kellene veszélyteni. Olyan tanulmányok vannak, képzeld el, hogy nem lesz elég hús, mert ugye nem termelhetnek húst, ugye miért nem, mert hát a klíma válságot az állatok idézik elő, hogy képzeljétek el, tehát vajon miért kezdte el bevezetni az EU a bogarak evését? Ő a bogarak evéséről nem beszélt, aki ezt a cikket írta, hanem ennél sokkal drasztikusabb dolgokról beszélt, hogy Amerikában több olyan ember van, például az amerikai parlamentben is, kongresszusi képviselő, aki azt szorgalmazza, hogy az emberek egyenek embert. Képzeljétek el. Tehát ugye nyilván még arról szól a történet, hogy dolgozzák föl a halottakat. Képzeljétek el. Ezért őszik, hogy a kanibalizmus
Aha, így van, ezért küzdöttek évszázadon keresztül, hogy a kannibalizmus megszűnjön. Most meg többen azt javasolják az Amerikában, hogy az, dolgozzák föl az embert. És például olyan törekvések is vannak, hogy szerves trágyának dolgozzák föl a halottakat. És de nem csak annak, hanem aki például balesetben meghal, az dolgozzák föl élelmiszernek. Tehát képzeljétek el. Na most ugye a cikk írója mondja azt is, hogy hát onnan már csak egy lépés lenne az, hogyha az embereket rászoktatják az emberevésre, hogy akkor ha esetleg még nagyobb éhínség keletkezne valahol, akkor már nem csak a halottakat ennék, hanem esetlegesen egymást is, így van, mint régen. Szóval egyszerűen, tehát ez nem összeesküvés elmélet, most nagy félreértsétek, hanem ez konkrétan ilyen személyek vannak, akik így nyilatkoznak, magas beosztásban, érted? Tehát Amerikában, tudjuk jól, hogy minden baromság Amerikából indul ki, illetve indult ki az elmúlt 100 évben, minden. Tehát elég érdekes világot élünk, és olyan törekvések vannak, például itt az EU-ban is, hogy minél jobban visszafogni az állattartást. Na most, ugye az emberek mit esznek jellemzően, ha jól akarnak lakni, ugye húst vagy gabonát, nem? Tehát gabonaféleségeket. Nyilván, ugye feldolgozva. Na most, ugye a gabona termelés az jócskán visszaesett. És a legnagyobb exportőrök, ugye Oroszország és Ukrajna, hát az most nem exportál jellemzően, vagy nem nagyon exportál. Tehát ugye állítólag a cikk szerint hát könnyen lehet ebből az egész törekvésből éhezés sok helyen a világon. Tehát jelenleg a cikk szerint 800 valahány millió ember éhezik a Földön, és hogy ennek jócskán meg fog nőni a száma, akár olyan szinten, hogy éhe halnak emberek. Az egyik ilyen magas szintű törekvés szerint, képzeljétek el, egy nő, az is amerikai kongresszusi képviselő, vagy lehet, hogy ugyanarról van szó, hát nem emlékszem pontosan, azt javasolja, hogy egyenek kis babákat. Na jó, most kezdek el. Kezeljetek el. Tehát alapvetően a cikkben az van, hogy sötét zöldeket. Sötét zöldeket. Tehát ezek a zöldek törekvései ezek. Tehát a zöldek törekvései. És ez mind a klímára hivatkoznak. Tehát arra, hogy melegszik a bolygó, és hogy a klímakatasztrófát elkerüljék. Mindig erre hivatkoznak folyamatosan. Tehát az a klímakatasztrófáról csak ennyit szeretnék mondani, hogy én már régóta beszélek erről,
talán a 2000-es évek elejétől, már olyan 20 éve, hogy ez egy természetes dolog, hogy a bolygó melegszik. Miért? Mert ugye a múltban történt természeti katasztrófák következtében rengeteg por szállt föl a felső légrétegekbe, tehát a magas légrétegekbe. És az a por olyan, hogy egy nagyon lassan száll le. Honnan tudni, hogy száll le? Hát hogy a manóban van az? Gondoljátok végig. Valakinek a Skype-ja éppen behallatszik. Tehát hogy a manóban van az, hogy mit tudom, elmész Rómába, és akkor mit tudom én, 3-4 emelet mélyen vannak azok az épületek, ami akkor földszinten volt. Tehát gyakorlatilag mit tudom én, 2000 év alatt mit tudom én, 6-8 méter, 6-7-8 méter föld lett rajta. De hát a föld miből van? Porból. Tehát gondold végig, hogy hát a por az nem vándorol át a földön egyik helyről a másikra, mert a másik helyen meg kevesebb lenne. Érted? Ott akkor luknak kéne lenni. Ha itt az egész bolygón ugye nő az a földréteg, ami rárakódik a földre. És az honnan jön alapvetően? Hát természetesen a felső légrétegekből. Hogy került oda föl? Mit tudom én, becsapódott egy nagy meteor egy szárazföldbe, iszonyú mennyiségű por keletkezett, olyan, hogy létrehozott egy jégkorszakot. Oké? Okay? Tehát olyan mértékű por. És ugye bazi magasra fölment, és annak nagyon sok idő, mire lejön. Tehát mit tudom én, mondjuk a Krakatau vulkán fölrobbant, és nem is tudom hány évre vagy évtizedre az egész bolygó hőmérsékletét, nem tudom, valami hány tizeddel vagy egy-két fokkal csökkentette, érted? Egy felrobbant vulkán. Na most, és nem is volt szupervulkán, tehát mi van, ha például a Földön volt szupervulkán fölrobbanás? Mert vannak szupervulkánok, azok ilyen hatalmas vulkánok. Egy olyan fölrobban, hát az azt jelenti, hogy azonnal létrejön egy jégkorszak. Tehát gyakorlatilag a nap az sötétbe burkolozna. És az azt jelenti, hogy ugye iszonyú mértékű por száll fel, és annak a leszállása az komoly időtartam. Tehát lényeg az, hogy ugye azért melegszik a bolygó, mert száll le a por. És ugye a melegedés az exponenciális, mert ugye a por leszállás is, a leszállás miatt ugye az azt jelenti, hogy ugye minél kevesebb por van a levegőben, annál kevesebb szűrés van a üvegházhatás van, illetve annál, nem a üvegházhatás, hanem annál kevesebb szűrés történik, és annál több fény a napon keresztül jön át. Tehát ez annyit jelent, hogy gyakorlatilag a Földnek van egy ilyen működése, hogy fogják, mondjuk lejönnek a fentiek, beavatkoznak abba, hogy mondjuk legyen egy olyan robbanás, mondjuk egy olyan helyen, ahol nem sok ember van, ahol, hát Kamcsatka például, inkább, tehát Kamcsatkába kevés, és akkor gyakorlatilag ugye megint annyi por száll föl, csak ugye az emberek ezt azért nem csinálják meg, mert ezt megcsinálnák, akkor megállna a szuperszónikus légiforgalom. Tehát csak a légcsavarosok tudnának menni. A légcsavaros repülők. Tehát a lökhajtásosak, azok nem tudnának közlekedni.
Jó, tehát ugye mert még nincs olyan technikánk, mint a fentieknek, hogy akkor is lehet közlekedni, hogyha ha mondjuk por van a levegőben, ha túl sok por van a levegőben. Szóval a lényeg az, hogy ugye ez egy természetes folyamat, de ugye mi a legnagyobb probléma ezzel a természetes folyamattal? Ugye az, hogy igazából az ember egy dolgot tehet, illetve egy dologért felelős, hát a fák kivágásáért. És ugye minél melegebb van, ugye az egy törvényszerű dolog, hogy annál nagyobb a párolgás, hiszen a föld nagyon nagy része az víz, és ugye minél melegebb van, annál gyorsabban párolog az óceán meg a tengerek, és annál több pára kerül föl a levegőbe, és az nem marad fönn, az valahol kicsapódik, és ugye hol csapódik ki? Ott, ahol hidegebb a levegő, és ezáltal ugye nem véletlen az, hogy azokon a területeken, ahol több a növény, ott áradások vannak mostanában egyre sűrűbben, tehát hogy ilyen vízözönszerű esőzések vannak, mert ugye hát most idézőjelben, hát szegény pára az keresi azt a helyet, ahol lecsapódhat, így van, nem tud fönnmaradni, és hát nyilvánvalóan nem a sivatag fölött fog lecsapódni, hanem egy fűszál sincs. Szóval ugye az ember tehet erről, de nem csak az ember tehet, hanem nem tudjátok-e, hogy sivatagosodott el, hogy lett a Szahara. Tehát a Szahara például úgy lett, hogy pár ezer évvel ezelőtt, úgy 4500 évvel ezelőtt csináltak egy atomrobbanást a Vörös-tenger mellett. Annak hatására ugye a Vörös-tenger vizének a több mint fele, illetve kétharmada elpárolgott, és az ottani városok elnéptelenedtek, az emberek elmenekültek ugye az atomsugárzás következtében, és ugye a növények kipusztultak, tehát ugye az atom robbanás következtében. Hogy lett, hogy volt atomrobbanás? 4000 évvel ezelőtt. Tehát az ember, nem az emberek révén, maradjunk ennyiben, jó? Tehát nem az emberek robbantották 4000 évvel ezelőtt az atomot. Egyébként bebizonyított tények, hogy ugye egy atomrobbanás következtében, itt tudom én, a feleződés nem tudom hány év, millió alatt jön létre, és az anyagokban ott van a sugárzás, tehát tudják, mérhető, tehát mérő, és meg tudták állapítani, hogy hol volt ez az atomrobbanás, és ugye persze kiszámították azt, hogy annak következtében milyen természeti károsodás történt, de hát ugye az emberek tehetnék azt, hogy nem írtják az erdőket, tehetnék azt, hogy fákat telepítenek olyan helyeken is, ahol most nincsenek fák, hát most gondold végig, hogy a Földön hány olyan terület van, ahol az állattartás révén félsivatagok vannak, tehát gyakorlatilag nincsenek fák, ilyen füves, kisebb bokros dolgok, még bokrosok sem nagyon, mert az állatok lelegelték,
Tehát ezt most ugye azért mondom, mert ugye közel nem lenne ilyen a bolygó klímája, hogyha lenne elég növény a Földön, és már pedig, ha megnézzük, mit tudom én, megnézel mondjuk egy 50 évvel ezelőtti térképet, földrajz térképet, és megnézel egy mostani földrajz térképet, ami hitelesen ábrázolta ugye az akkori domborzatot és növényzetet, tehát hogy azon a területen mennyi növény volt, tehát zölddel, és megnézed most, akkor gyakorlatilag hát csomó fa hiányzik a bolygón. Tehát állítom azt, hogy 50 év alatt mondjuk a fáknak felét kivágták, érted, a bolygón, és nem telepítettek helyette másikat. Tehát mi annak idején még a 90-es években voltunk Ungáriába és Románián keresztül mentünk át, és akkor már meglepődve láttuk az erdőirtásokat a domboldalakon, a hegyoldalakon. Egy-két helyen láttunk újra telepítést, katonás sorrendben telepítették újra a fákat. De onnan csak egy-két helyen volt ilyen, de az meglepő volt, hogy mennyit vágtak ki. Csak mondok példát, hogy ugye miért szeszélyes például sokkal a Tisza, miért szeszélyesebb, mint volt régen. Mit jelent a szeszélyesség? Hogy esőzés hatására miért emelkedik meg hirtelen a vízállás? Hát azért, mert a Kárpátokban az ukránok kivágták a fákat, így van. És ugye a hóolvadáskor a fák nem szívják el a vizet, és lezúdul a rengeteg hólé, illetve nagy esőzésekkor a fák megint csak nem szívják el a vizet, és nem akadályozzák meg ugye, hogy lezúduljon a hegyekből, és ezért lezúdul egyszerre a víz, és utána hirtelen megemelkedik a folyó. Tehát ha megnézzük, meg tudok nektek mutatni Google, ugye a Google-ön keresztül, a Google térképen keresztül, ugye a műholdas beállítással az, hogy mekkora folyók voltak régen olyan területeken, ahol most sivatag vagy félsivatag van. Csak azért, mert én ezeket, engem ezek érdekelnek, és szoktam tanulmányozni ezeket a dolgokat is. És hát ugye például olyan hegyeket is lehet látni, nem nagy hegyek ezek, nem túl nagy hegyek, ilyen pár száz méteresek, ahol lehet látni, hogy hatalmas vízmosások voltak, mint mikor elmész mondjuk a Börzsönybe, vagy tudom én, a Pilisbe, és akkor látod, hogy vannak vízmosások, ahol a víz az lejött, ahol utakat csinált magának. Azzal a különbséggel, hogy a Börzsönyben meg a Pilisben még ott vannak a fák. Na most már nincsenek ott fák, csak a vízmosások látszanak a hegyoldalakban, sőt ugye mivel nincsenek fák, hát már lehordta a termőföldet is a víz a földről, vagy a hegyoldalakból, ami azt jelenti, hogy már nem is tudnak oda növények megkapaszkodni, érted? Tehát létrejönni. Ezáltal ugye nincsenek növények és nincs eső, tehát most már szárasság van azon a területen, érted? Tehát szárasság, mert egyszerűen nincs eső, mert nincs növény. Tehát régen látni, hogy mekkora hatalmas esőzések voltak, hát esőzések ott vannak, tudjuk jól, ahol vannak növények.
ahol csak félsivatag vagy sivatag van, ott nem nagyon van eső. Na most ugye miért mondom ezeket? Mert ugye egy érdekes világban élünk, ahol igazából a kormányoknak azzal kellene törődniük, hogy ugye ne, tehát nem azzal, hogy mennyi a széndioxid, tehát van egy, ugye mivel, mit lélegeznek be a növények? Széndioxidot. Ami azt jelenti, hogy a széndioxid, ha több a levegőben, az a növények fejlődésére kifejezetten hasznos. Tehát megállapított tény, ezt kikísérletezték, hogy a sima levegőben nőtt növények, azok sokkal lassabban nőnek, mint hogyha feldúsítják a széndioxidot azon a területen, tehát ezt nyilván laboratóriumban csinálták, és a feldúsított, tehát ahol több széndioxid volt a levegőben, ott a növények sokkal jobban növekedtek. Tehát ugye egyszerű kémia, hogy ugye belélegzik, most idézőjebb a belélegzést, belélegzik ugye a növények a széndioxidot, és ugye mi lesz belőle? Szén. Tehát kivonják a széndioxidból az oxigént, azt kibocsátják, ezért termel oxigént a növény, és a szenet pedig felhasználja a növekedésére. És minél több széndioxidhoz tud hozzájutni, annál több oxigént tud belőle gyártani, és annál nagyobb növekedést tud produkálni. És ez ugye egy öngerjesztő folyamat a növényeknél, mert ugye minél nagyobb a növény, nyilván annál több széndioxidot tud felvenni, és annál több oxigént tud kibocsátani. Ugye teljesen logikus. Hát ugye ezért, ha megnézed, mikor a szenet bányásszák, az mind növény volt. Tehát a szén, tehát a növények azok elszenesednek, mert szén atomokkal vannak tele. Tehát szén atomokból épülnek fel. Tehát az azt jelenti, hogy teljesen abnormális ma a hatalmi gondolkodás, ha jobban megnézed, ezzel a széndioxid kérdéssel. Érted? Teljesen abnormális. Tehát azt mondják, hogy ugye üvegházhatás. Nem a üvegházhatás probléma van, hanem növény, növekedési problémák vannak. És eleve olyan problémák vannak, hogy hát hogyha kipusztul egy növényzet, és nincs eső, akkor ott nincs növekedés. De a sivatagban tudjuk jól, hogy ha elkezd esni az eső, akkor pillanatok alatt növények bújnak ki. Pillanatok alatt. Tehát az azt jelenti, hogy pár napon belül rengeteg növény van, csak nincs eső. Tehát ami azt jelenti, hogy ugye úgy lehetne ezt csinálni természetesen, hogy ahol vannak még folyók, ott szélesíteni a növényzetet. Tehát egyre szélesíteni, onnan kiindulva szélesíteni a növényzetet. Tehát haladni befelé, ugye a sivatagok vagy félsivatagok felé. És akkor ezzel lehetne elérni. Na most másik az, hogy vannak olyan technológiák, amiről nem tudom, hallottatok-e már, úgy hívják, hogy HARP. Az azt jelenti, hogy a HARP-al kísérleteznek olyan szinten, hogy az időjárás befolyásolni. Tehát állítólag, mikor nekünk az a március 15-i havazás volt, emlékeztek rá? Amikor az egész ország tiszta hó volt, na akkor ez egy ilyen HARP kísérlet volt. És ugye arra ment ki a játék gyakorlatilag, hogy az emberek ne menjenek ki az ünnepségekre március 15-én. Oké? Vagy legalábbis minél kevesebben. Ez tény. És ugye
Hát miért pont, miért nem március 14-én? Miért nem március 16-án? Érted? Miért pont március 15-én? És ugye azt is megfigyelték, hogy nagyon érdekes, hogy a havazás az szinte csak Magyarországra terjed ki. Ami azt jelenti, hogy a határokon alig ment túl. Érted? Tehát a havazás az tudta, hogy hol a határ. Igen, ez a havazás, ez nagyon okos. Igen, igen. És gyakorlatilag alig ment át a határon. Tehát ugye, ugye azt mondták, hogy egy pár kilométer vagy pár tíz kilométer után már nem volt sehol hó, csak itt Magyarországon. És hát ugye ilyen nincs. Hát, ez nincs. Mert megint lehet mondani, hogy összeesküvés elmélet, de akkor sincs. Tehát ilyen véletlenek nem léteznek, érted? Tehát, hogy ugye miért pont március 15-én, és miért pont csak itt az ország területén, és környező részekben miért nem volt hó, érted? Nem volt hó, csak itt. És ráadásul ugye 16-ára meg már el is olvadt az egész, ugye, hogy voltok kavonóval. Tehát 14-én semmi nem volt, 15-én óriási hó, 16-án meg már megint semmi nem volt, mert minden olvadt. Szóval, és ugye akkor ez nem, megint csak nem összeesküvés elmélet, meg az sem összeesküvés elmélet, hogyha jobban megfigyeled, hogy mikortól kezdődött az emberiség szivatása, hát az emberiség, a jelenlegi emberiség szivatása mikor kezdődött, tehát ez szivatása, eszel szivatása mikor kezdődött? 2001. szeptember 11-ével. A tornyok ledőlésével. Így van. Így van. Onnantól. Onnantól. Tehát az volt a kezdet. Az volt az egésznek, ahova most jutottunk, a kezdete, szeptember 11, 2001-ben. Tehát ha annak is utána nézel egy kicsit, hogy mi volt akkor, én akkor az utána következő években elég sok mindennek utána néztem, azoknak a videóknak egy jó része már lett tüntetve, nincs is fönn, de akkor nagyon sokat foglalkoztak ezzel, hogy például megpróbáltak minden kamerát lekapcsolni a Pentagon körül, de egy kamera az megmaradt, valahogy egy kamera, és az egy kamera felvette a becsapódást, és az egy rakéta volt, nem egy repülő, érted? Mondom, így van, azt csinálta a körülalakú lukat, így van, így van, így van, tehát az egy rakéta volt, tehát egy rakéta csapódott be a Pentagonba, és nem egy repülő, érted? Tehát ezen a kamerán, ezen ugye utólag lehetett látni, hogy ugye az lassított felvétellel, hogy becsapódik egy kamera, vagy kamera, egy rakéta, így van, érted? De egyébként az összes kamera az nem működött, tehát egy se, ezen kívül, ez egy kamerán kívül. De ez mindig így szokott lenni, hogy valami egy az megmarad, igen, egy mindig megmarad valahogy. Ugye amikor azt mondják, hogy kapcsolják le az összeset sutyiba, akkor valahogy egyet nem kapcsolnak le. Olyan sok. Hát most gondold végig, hogy ugye a világ legbiztonságosabb területének tartott ugye rész a Pentagon. Hát nyilvánvaló, hogy körbe volt kamerázva. Oké? És hogy a manóban, hogy egy kamera sem működött? Abban az időszakban? Pont akkor, igen. És az hogy van, hogy pont oda csapódott be, ahol nem tartózkodtak emberek? Mert az ilyen felújítás idején volt ilyen, tehát magyarul az a rész, ugye ez ilyen csillag alakú, vagy ilyen, hogy, igen, igen, ilyen ötágú, csak ilyen öt, nem csillag, hanem ilyen ötszög alakú, és
és ugye azt a szárnyat éppen renoválták belülről, nem kívülről, belülről, és ezáltal ugye ott nem tartózkodtak emberek, és pont oda ment a repülő. Hát a toronyba pedig ugye, amikor leomlott, akkor pedig ugye a nagy része az el lett küldve szabadságra, így van, az ott dolgozók nagy része szabadságon volt, így van. A vezetők azok meg valami konferencián voltak, és az volt az érdekes, hogy a harmadik épület leomlása előtt 3 perccel az angol rádió, egyik rádió bemondta, hogy ledőlt a harmadik torony. 3 perccel azelőtt, mielőtt ledőlt. Így van. Igen, hogy már akkor mondta, hogy ledőlt. Az angol tudósok kiszámított. Így van, hogy le fog dőlni. Tehát ugye ott nem tudom, tudjátok-e, hogy valami hatalmas aranykészlet volt az egyik ház alatt, és állítólag a nagy hőmérséklettől az arany elpárolgott. Így a tonnaszámra, így van, a tonnaszámra lévő arany, az állítólag elpárolgott a nagy hőmérséklet. A por az nem párolgott, de az nem, csak az arany, így. Mindenki jókor ott volt, annak aranyja. Ugye azt is kiszámították a szakemberek utána, akik foglalkoztak ezzel, hogy egy torony nem tud így összerogyni. Úgyhogy fölül neki mennek, és akkor alul összerogy. Hát ugye akkor annak el kellett volna dőlni. Így van. De itt semmi dőlés nem volt. Tehát én láttam épületet saját szememmel, úgyhogy mit tudom én, mondjuk itt van az irodánk, itt az ablak, és a szembe velünk, nem itt, hanem ahol előző irodánk volt, szembe velünk omlasztottak le egy ilyen 6 emeletes vagy 5 emeletes házat. És hát az így. Úgyhogy össze volt építve egy másik épülettel, és az nem sérült meg, az a másik épület, ez pedig így összerogyott az egész. Na most ugyanígy rogyott össze ugye ezek a tornyok. Tehát ugye az azt jelenti, hogy ugye akkor tud így, hát így van, hogyha az így van, robbanó szerekkel fölrobbantják természetesen. Szóval, de hát ez mind összeesküvés elmélet, amiket mondok. Igaz, hogy ezek mind alá vannak támasztva, de hát akkor is összeesküvés elmélet. Tehát például csak ugye a tornyokról mondtam, hogy ugye az volt a legnagyobb problémájuk, hogy le kellett volna bontani. És ugye hát nem tudták, hogy bontsák le ezeket a hatalmas tornyokat, mert még nincs példa, érted, hogy bontsák le az ilyen tornyokat. És akkor ez volt a legcélszerűbb megoldás, úgyhogy még pénzbe kell se kerüljön a lebontás. Miért? Hát mert a biztosító az fizetett, tudod. Nem sokkal előtte kötötték újra az egész toronynak a biztosítását, így van. Tehát így akkor megúszták ugye a költségeket is. Természetesen. Na szóval, érdekes világban élünk, és mondom, ha megnézed, onnantól kezdve, tehát előtte mi volt? 2001 előtt az volt, hogy az amerikai kongresszus nem adott pénzt se a katonasság fejlesztésére, se a rendőrség fejlesztésére. És amikor a tornyok ledőltek, vagy összerogytak, inkább azt mondom, mert nem ledőltek, összerogytak, akkor rögtön a kongresszus azt a határozatot hozta, hogy mehet a pénz a rendőrségnek, mehet a pénz a katonaságnak. Oké? És ha megnézed, onnantól kezdve kezdték el a
ezeket, hogy beépítenek mindenféle mozgásérzékelőket, ha be akarsz menni valahol, vagy nem mozgásérzékelőket, fémérzékelőket, így van, fémérzékelőket, hogyha be akarsz menni valahova. Tehát ugye azóta kamerázzák be a világot, ha megnézed, tehát minden gyakorlatilag onnan indult el. És ugye ha valakinek ugye összeesküvés elmélettel esetlegesen gondja van, hát ugye az 1800-as években volt egy gazdag ember, aki írt egy elméletet az emberiség lélekszámának a csökkentéséről, Orwell, eszembe jutott, így van, ez az Orwell, és ez az orwelli tervet valósítják meg gyakorlatilag, amit ő megírt az 1800-as évek végén. És a 2000-es évek, illetve a 2001-es, ugye a 21. század arról szól, hogy a orwelli tervet akarják megvalósítani. Ebben csak egyetlen egy gond van, hogy én úgy gondolom, inkább ez egy üzenet, jó? Nem is gondolom így, hanem ez egy üzenet, hogy ami itt a bolygón folyik, az egy próba, az emberiség próbája, oké? Tehát az emberiség próbája, tehát ez nem, mondom, nem gondolat, ez egy üzenet. Ez a próba azt jelenti, hogy ki mit tesz azért, ami a jövőt szolgálja, annak a próbája. Ki mit tesz azért? Tehát ha körülnézel az ismeretségi körödben, hány olyan emberrel találkozol, aki valamit tesz a jövőért? Érted? Tehát az nem jövőért cselekvés, hogy mit tudom én, lecserélem majd egy jobb autóra az autómat, érted? Vagy egy nagyobb házra a lakásomat. Érted? Hát a jövő, az mondhatjuk, hogy az emberiség jövője, az mondhatjuk, hogy az élőlények jövője, beleértve a növényeket is, természetesen, nem? És mondhatjuk azt, hogy a bolygó jövője, nem? Tehát ezekért a dolgokért, hogy az emberiség jövőjéért mit tesznek az emberek? Az élőlények jövőjéért mit tesznek az emberek? A bolygóért mit tesznek az emberek? Azt gondolják, ó, hát én egy kis ember vagyok, nem tudok tenni semmit. Most gondold végig, hogy a múltban, amikor gyerek voltam, de utána is még sokáig, a rendszerváltozással kezdett ez megváltozni, hogy mentél egy, mondjuk Budapesten egy külterületen, és mindenütt fák voltak. Hát nem az utcán, kertekről beszélek. Hát most az utcákon ilyen csenevészfák szoktak lenni, külterületeken. A nagy fákat kivágják, és ilyen csenevészeket ültetnek helyettük. Tehát ugye körülnéztem, és mindenütt fa, kertekben fák. És akkor szépen elérték, hogy az emberek hódoljanak annak az amerikai divatnak, érted, hogy a kertekben ne fák legyenek, hanem a fű, meg esetleg egy-két bokor, meg ilyen tuja, ami ugye nem erre az éghajlatra való. És gyakorlatilag, hát gondold végig, egy tuja mennyi oxigén termel, vagy a fű mennyi oxigén termel? Hát nem túl sokat. Valamennyi termel, de nem túl sokat. Azért gondold végig, hogy mit tudom én láttam azt az ekkora platánfákat, na, az termel oxigént, érted? Már lassan azt lehet mondani, hogy híre hambuk sincs.
mert kivágták és ilyen kis csenevész fákat ültettek helyette. És hát lényeg az, hogy hát az emberi butaság az valami borzadája, ami van itt a civilizáció által, a civilizáció által. Tehát a technika fejlődése által ugye civilizáltabb lett az ember, és mióta civilizáltabb lett az ember, azóta valahogy, mintha elment volna eszünk, szó szerint. Tehát ami azt jelenti, hogy nem a jövővel foglalkozunk, hanem mindenki a jelennel foglalkozik, meg a múlttal. Tehát gondolatban a múlttal, egyébként meg mindent a jelenbe akar megélni. És mi által mindent a jelenbe akar megélni, ezért nem gondolkodnak azon, hogy mi lesz annak a következménye, amit a jelenbe teszek, mi lesz a következménye a jövőben. Mi lesz a következménye mondjuk egy hónap múlva, vagy egy év múlva, vagy 10 év múlva, vagy akár 30 év múlva, mi lesz annak a következménye? Az emberek nem törődnek ilyenekkel, mert azt mondják, hogy más se törődik, akkor én se törődök. Tehát, tudom én, mondjuk megnézzük, nekünk a van, nem túl nagy telkünk van, 130 négyszög. Van rajta egy 120 négyzetméteres ház, 125. De még van garázs is, kettő, meg még ilyen szerszámos. És elég jó része, ahogy az autók bemennek, ugye le van aszfaltozva, és mégis van ezen a kerbe 13 gyümölcsfánk, érted? Tehát, ami azt jelenti, hogy tök jó, mikor ugye nyáron, vagy tavasztól őszig, ugye árnyékot adnak, és tele vannak levéllel természetesen. De hát több gyümölcsfánk van, mint ott a fél utcának, érted, összesen. Tehát fura, fura egy működés van, arról nem is beszélve, hogy ugye hát az emberek olyan dolgokra költik a pénzüket, ami hát azt gondoljuk végig, ugye tudjuk, hogy elég régen van egy olyan, hogy elavulás, hogy elavuljanak a dolgok, akár idő előtt. Van olyan területek, ahol ebben javulás van, tehát például egy automotor tovább bírja, mint régebben. Nyilván, hogyha nem nyírják ki, nincs túlfeszítve a motor. De úgy alapvetően más nem nagyon rövidebb vagy hosszabb életű. Tehát ugye régebben az autók pár év alatt szétrohadtak, azért manapság már nem. De a többi dolog az nem addig működik, mint régen. Most azáltal, hogy mindig újat kell venni, hát ez nyilvánvalóan mivel jár? Környezetszennyezéssel. Mármint olyan környezetszennyezéssel, hogy az alapanyagokat elő kell állítani valahonnan, ki kell termelni valahonnan, az megint környezetrombolással jár természetesen. Tehát egy elég érdekes világot élünk, és ezt nem az, alapvetően nem az emberek hozzák létre. Mármint nem azok az emberek, akiket úgy hívnak, hogy nép, hanem azok az emberek, akiket úgy hívnak, hogy milliárdosok. Mert az ő kezében vannak a gyárak, az ő kezükben van az a technológia, amit a nép megvásárol. Érted? Hát az nem a nép gyártja, hanem ők gyártják. És ugye elérték az embereknél azt, hogy mindig a legújabb kütyükeljen, meg a legújabbból mindenből, mert hát az a menő, és hát ugye az emberek nem gondolnak arra, hogy közben meg
a bolygó ki van szipolyozva. Például ugye az észak-amerikai és európai emberek több energiát fogyasztanak, több anyagot fogyasztanak, mint az összes többi. Együttvéve. Jóval többet. És akkor ugye azt mondják, hogy azért, mert civilizáltabbak vagyunk. Tehát ugye olvastam olyan cikket is, hogy az európai ember mennyi élelmiszer dob ki, érted meg? Európában mennyi az élelmiszer pazarlás, nem csak az emberek szintjén, hanem a vállalatok szintjén, akkor a vendéglátók szintjén mennyi a pazarlás. De akkor azt nem mondták, hogy Amerikában mennyi, mert Európában ennyi, akkor Amerikában meg még sokkal több. Mert ugye minden onnan indul, minden baromság, szó szerint, az USA-ból. És hát most gondold végig, mi lesz ebben a világgal? Mi lesz ebben a világgal? Tehát megnézed, felgyorsultak a fejlemények, nem? Tehát az emberek nem tesznek valamit, akkor mi lesz ebben? Ugye két dolog lehet. Vegyük azt, hogy nincs Isten. Ja? Nincs felügyelete a bolygónak. Vegyük ezt. Hát is tönkretesszük ezt a bolygót, meg tönkretesszük az életet. Hát hányszor hallottál már olyat, hogy hát keresgélni kell majd magunknak másik bolygót. Érted? Hát nem, hát. Fogalmuk nincs, hogy hol van itt a környéken olyan bolygó, ahol el lehetne az ember. De nem is ez a lényeg. Tehát hát gondold végig, mondom, ha nincs felügyelet, akkor is tönkretesszük ezt a bolygót. Miért? Mert a nép tudatlan, és hát olyan sötét, nem bőrű, hanem olyan sötét gondolkodású embereket választanak, mint amilyen sötét a nép. Érted? De szó szerint. Tehát az azt jelenti, hogy nem okos, értelmes emberek kerülnek hatalomra, hanem hatalommániás emberek, érted? Akiket csak egy dolog érdekel, az, hogy ő minél hosszabb ideig hatalomba legyen. És nem az érdekli őket, hogy minél élhetőbb helyet varázsoljanak abból a területből, ami fölött ugye ő az első ember, nem, hanem ugye arra törekednek, hogy minél tovább maradjanak hatalmon. Tehát kiélhessék a hatalom vágyukat, szó szerint. És ha megnézed, az összes vezető politikus, ami létezik a bolygón, az akkora hatalom vágyjal rendelkezik, hogy valami borzalmas. És nehogy valaki azt gondolja, hogy ha valaki hatalom vágyjal rendelkezik, akkor egyben okos is. Jó? Nehogy valaki azt gondolja, hogy ha valaki politikus, attól még okos és értelmes. Jó? Nehogy valaki azt gondolja. Tehát az értelmi szintjük ezeknek az embereknek az átlagnál nem magasabb. Érted? Miben lógnak ki az átlagból? A hatalomvágyukkal. Érted? Azzal lógnak ki. És azáltal, hogy óriási hatalomvágyuk van, hát ezáltal föléjük emelkednek a többinek. De nem értelmesebbek, mint az átlagember. Ezt bebizonyították az elmúlt 3 évben a politikusok. Hogy semmivel nem értelmesebbek, mint az átlagemberek. Vagy rosszul látom? Miből gondolom azt, hogy nem értelmesebbek? Mondtok erre tippeket? Hát ők ugyanúgy elhitték ezt a Covid baromságot, mint a nép. Érted?
mondod végig, ugyanúgy, semmivel nem jobbak, oké? Akkor ugyanúgy elhiszik azt, hogy hát támogatni kell Ukrajnát, mint a nép, érted? Ugyanúgy, oké? Ugyanazt csinálják, mint a nép, ugyanolyan ostobák, mint a nép, érted? Nyilván a kisebbségre ez nem vonatkozik a népnél, jó? A többség, hát ha megnézik, csinálnak egy felmérést, hogy támogassuk Ukrajnát, akkor a nép nagy része azt mondja, hogy támogassuk, érted? És magunkat nem kéne? Nem magunkat kéne támogatni? És ebbe bele, tehát itt van Európa, ugye elsősorban az EU, illetve azon belül a NATO támogatja Ukrajnát, világos? Tehát gyakorlatilag mondhatjuk azt, hogy a NATO-n kívül semmilyen más ország nem támogatja Ukrajnát, semmilyen más ország, a világ nem a NATO, az csak egy a világ kis része a NATO, érted? És csak a NATO támogatja, a NATO országok támogatják Ukrajnát, azon belül sem mindegyik, oké? Na most gondoljuk végig, az azt jelenti, hogy ebbe bele fog rokkanni gyakorlatilag az összes olyan ország, amelyik támogatja Ukrajnát, érted? Bele fog rokkanni, tehát padlóra küldött minket, ez olyan mint egy boxmeccs, padlóra küldte Európát ugye a Covid, semmi gond nem lett volna, ha ugyanúgy kezelik, mint az influenza járványokat, mondom, semmi gond nem lett volna, ha ugyanúgy kezelik, mint az influenza járványokat, mert gyakorlatilag az influenzának egy alfaja, semmi más, érted? Egy mutánsa, mindegy, de az is ugye létrehozott. Na szóval, ha ugyanúgy kezelik, mint az influenzát, a Covidot, semmi gond nem lett volna, érted? Eddig sem volt különösebb probléma az influenza járványokkal, ezzel se lett volna különösebb probléma, érted? De nem így kezelték, hanem gyakorlatilag az olyan, mintha az egyik boxoló kiüti a másikat, és az padlóra kerül, érted? Európa ettől padlóra került, nem csak Európa, Amerika is, meg a többi országok is, padlóra kerültek. Utána mi történt? Kezdünk fölállni, érted? Úgy nagy nehezen, de még nem álltunk föl, csak úgy, úgy féltérre ereszkedünk, érted? És akkor most magunkat fejbe vágjuk, érted? Azzal, hogy megpróbálunk támogatni ugye egy olyan országot, amit reménytelen támogatni, érted? Reménytelen. Ez olyan, mint a kútba szórnánk a pénzt. Szó szerint. Jó, tehát körülbelül annyi. Na most, ugye azzal kellene azt a milliárdokat, amit ugye a támogatásra kiszórtak, azokat a milliárdokat ugye nem oda kellett volna, hanem itt kellett volna tartani. Na most, ráadásul még ugye mi történt? Hát persze, hogy még üssünk magunkon egyet, tehát álljunk oda, aztán csapjanak minket orba azzal, hogy hát szankcionáljuk az oroszokat, érted? Amikor az Európa nagy része az oroszok energiájától függött, meg anyagaitól függött. Na most, hát mintha félnótásak lennének, érted, az államok élén, szó szerint. Tehát inkább nem is azt mondom, hogy félnótások, hanem tudatlanok, tehát mint a nép, ugyanolyan tudatlan. Tehát ha megnézed, beszélsz az emberekkel, ugyanazt fújják, mint a politikusok, érted? Tehát magyarul a nép és a politikusok egyformán ugyanolyan buták, szó szerint. Tehát a politikusok
egy szikrával nem okosabbak, mint a, persze tisztelt a kivételnek ott is, meg a népbe is, ugyanúgy a kivételeknek, ugyanolyan ostobák, érted? Tehát gondold végig, ha ez a támogatás nem folyt volna, az oroszok már előrébb járnának, sőt valószínűleg már befejeződött volna rég a háború, érted? Tehát gondoljátok végig, ha nem lenne ez a támogatás, ugye ez a látó támogatás Ukrajna felé, akkor valószínűleg már az oroszok befejezték volna a háborút. Tehát ami azt jelenti, hogy minél tovább tart a háború, mi annál több pénzt szórunk oda ki a kútba, beszórjuk a pénzt, érted? És mi annál jobban tönkre megyünk itt Európába. Érted? Gondoljuk végig. Tehát ez nem humanitárius dolog, amikor másokat támogatsz, te meg éhe halsz majd, érted? Hát, mert most e felé megyünk. Tehát szépen éhe halasztják most idézőjelbe Európát, érted? Azért, mert támogatunk egy népet. Érted? Most mondhatjuk már azt, hogy erőn felül. Na most, tehát gyakorlatilag ha valaki utána jár egy kicsit, hogy az ukránok mit műveltek az elmúlt 8 évben, akkor nem csodálkozna annak, hogy Oroszország megtámadta. Oké? Ha egy kicsit valaki venni a fáradtságot és utána nézne annak, hogy Ukrajna mit művelt 8 éven keresztül. Ugye mi számos esetben hallottunk olyat, hogy mit tudom, olyan nyelvtörvényt hoztak, hogy nem lehet magyarul, mit tudom én, megnyilvánulni itt, ott, amott, sem. Tehát teljesen idegen ellenes, tehát úgy értve, hogy nemzetiség ellenes törvényeket és egyéb dolgokat hoztak, és gyakorlatilag elkezdtek kialakítani egy nyugatbarát áldemokráciát, egy nyugatbarát áldemokráciát. Pedig nem ez volt a megállapodás, hanem az volt a megállapodás, hogy az egy semleges ország marad. Tehát Ukrajna semleges ország marad. Ez volt a nyugat és a kelet, tehát az oroszok és a NATO közti megállapodás, hogy Ukrajna semleges ország marad. Most ehhez képest ugye Ukrajna elindult a nyugat felé. Jó, tehát én nem csodálkozom, hogy az oroszok azokat a dolgokat lépték meg, amit megléptek, megmondom őszintén, nem csodálkozom, tehát egy picit se. Nem volt más választásuk gyakorlatilag az oroszoknak. És most gondoljuk végig, hogyha, mit tudom én, jó, mit tudom, elfoglalták volna már az Ukrajna felét, és akkor mi van? Hát, és mondjuk Oroszország része lenne már Ukrajna fele. Hát a egész Ukrajna Oroszország része volt régen. Miről beszélünk? Úgy, ahogy volt, Tokavonoval, Oroszország, és nem Szovjetunióról beszélek, hanem Oroszország része volt Ukrajna, úgy, ahogy volt, kivétel Kárpátalja persze, ha minket megnézzük, meg hát nem csak Kárpátalját, hanem még így van egyéb részeket, ugye voltak, de gyakorlatilag a Ukrajna Kárpáton túli része az Oroszország része volt, hát nem Ukrajna olyan előtte nem létezett, tehát évezredeken keresztül nem volt, meg évszázadokon keresztül sem volt olyan, hogy Ukrajna, mint ország. Szóval most nem is tudom, miről beszélünk, tehát ugye mondhatjuk azt is, hogy most elvesztették volna az országuk felét, és akkor mi van? Mi elvesztettük a kétharmadát. Nem? És akkor minket kitámogatott, mikor vesztettük a kétharmadát? Hát senki, semmit, érted? Hol támogatta? Egyetlen egy ország nem volt, amelyik elvesztette ugye az elmúlt, mit tudom én, hány évben az országának a kétharmadát, mondjuk jó, hát nem volt, mert a Jugoszlávia az több országból állt össze, tehát több népből állt össze, tehát az sem, mert ugye a szerbek azok, nem Szerbia része volt Horvátország, meg Macedónia, meg stb., meg Szlovénia, az nem Szerbia része volt.
Jó, tehát ugye, de ugye Magyarország az háromszor ekkora volt, mint amekkora most. Na mindegy, de hát ez egy dolog. Na most, és most gondoljátok végig. Hát mondjuk én Ukrajnába élnék, és ukrán lennék. Nekem aztán tök mindegy lenne, hogy ukrán nemzetiségű, tehát Ukrajnában élek, vagy Oroszországban élek, érted? Hát gyakorlatilag tök mindegy lenne. Semmi különbség, se életszínvonal különbség nincs, semmi különbség nincs, érted? Tehát semmivel nem volt jobb az élet Ukrajnában, mint Oroszországban. Semmivel. Érted? Tehát gyakorlatilag nem tök mindegy lett volna az ukránoknak, hogy hol élnek. Teljesen mindegy. Tehát ugye, de ukrán nacionalizmus volt, nem véletlenül mondták az oroszok, hogy nácizmus, mert szó szerint olyan fajta ukrán nacionalizmus, ami a nemzetiségek ellenes volt teljes egészében. És akkor azt mondta, ja, és akkor még egy ugye, egy olyan ország politikai vezetőjét segítjük, aki egy színész volt, érted? Azt sem tudja, mi az, hogy politika. Érted? Szó szerint. Hát azt se tudja, mi az. És azért választották meg, mert írtak neki jó szövegeket a sorozatba, ilyen politikai szövegeket, és a politikai szövegeket ő elmondta, érted? És ezért, mert egy tévésorozatban jó szövegeket mondott, ezért megválasztották, képzeld, elnöknek. Így van. Hát persze egy színész az jó szónok, az jó színész, nem? Minden színész, ha megnézed, jó szónok. Én még nem láttam olyan színészt, aki ne lenne jó szónok. Jól tud beszélni, nem? A színészek általában, mit tudom én, nem racsolnak, nem sejpítenek, nem pöszék, érted? Azok jól tudnak beszélni, mert különben nem lehetne színész. Tehát amikor sejpítenek vagy pöszék, akkor is ugye megjátszák. De nem azok. Tehát, és akkor ugye, akkor mit tudom én, Kijev vezetője a boxoló, a Kricskó, érted? Röhely, tehát egy boxolónak, akinek szétverték az agyát, agysejtjeinek a jó részét, érted? Hogy tud kormányozni egy várost, érted? Hogy? Botkormányol. Érted? Hogy a manóba? Amikor az agysejt, tudjuk jól, hogy ugye a boxolónak az agysejtjei károsulnak minden ütéstől. És hiába volt ő jó boxoló, akkor is kapott, érted? Akkor is kapott. Tehát, mondom, egy érdekes világban vagyunk. Gyakorlatilag ugye Kricskó is hol boxolt? Nem. Így van, németeknél, tehát akkor ugye beszervezték a németeket, a németek őt, hogy majd ha hazamegy, akkor álljon ugye a nacionalizmusuk élére. Hát persze, hát már ugye amikor volt az a forradalom, vagy mi a baromság volt náluk, akkor ugye ott volt mindenütt. Ott volt a előtérben, mint ismert szereplő. Szóval... És akkor a nép, tehát nem az a nép, hanem itt a nyugat-európai nép, mintha ezekről nem is tudnának semmit, érted? Mintha nem lett volna múlt, mintha nem tudták volna, hogy ki az, hogy Kricskó, stb. Érted? Mintha nem lehetne utána nézni, hogy ki volt ez a színész, érted? Ez a, hát a ukrán elnök ki volt előtte, hát szóval hihetetlen. Itt hozott olyan rendeletet, hogy olyan ruhában, mint ő, ebbe a, csak ő lehet az országban, senki más. Érted? És azt megbüntetik, ha olyan ruhában van, mint ő. Képzeld el. Én hozott egy ilyen rendeletet, ez az elmebeteg. Pont az ellenkező a koreainak. Mert azt mondta, mindenki úgy kell ötözni. Szóval... Hát mondom, érdekes világban élünk, és gondoljátok végig, mi lehet erre a megoldás. Tehát mi lehet a megoldás? Jó, elhaladt az idő. Igen. Hát egy megoldás van, hogy az emberek alkalmassá válnak a gondolkodásra.
Mert most én azt látom, hogy az emberek úgy, ahogy van tokka vonóval, az emberek jó része, az egyszerűen mintha képtelen lenne gondolkodni. De ez teljesen logikus, mert ugye hát nincsenek olyan állapotban, hogy gondolkodni tudjanak. Tehát annyira viszi őket az érzelem, és az érzelem hatására annyira negatív érzelemekkel vannak teli az emberek, hogy egyszerűen képtelen gondolkodni. Tehát képtelenek gondolkodni. Tehát az emberek nem gondolkodnak, és meg kell tanulni, vagy meg kellene tanulni ismét gondolkodni. Tehát az ember hogy tud megtanulni ismét gondolkodni? Hát magától nem. Tehát magától nem. Hát magától akar valaki megtanulni gondolkodni, akkor nem lesz elég neki az élete, hogy így ránézek az életkorokra. Jó? Tehát nem lesz elég. Tehát az embernek kell egy közösség, és kellenek olyan tanítók, akik tanítják. Érted? Tehát olyan tanítók, akik tudnak segíteni, ha elakadsz a fejlődésedben. Oké? Tehát olyan emberek, akik például egy célt követnek. Nem kismillió célt, hanem egy célt. Milyen célt? Például az, hogy ez a bolygón olyan emberek legyenek, akik képesek szeretetben, békében és boldogságban együttműködni. Érted? És hol vannak ettől az emberek, hogy szeretetben, békében és boldogságban működjenek együtt? Hol tartanak ehhez képest? Tehát nem is tudom, hogy mennyi olyan ember lehet a Földön, aki mondjuk törzs szövetségben dolgoznak még, tehát törzsi alakzatban dolgoznak még, és talán ez működik. Talán ez működik, ahol feltétel nélküli szeretetben együttműködnek. Érted? Hány ilyen ember lehet a Földön, aki így működik ezáltal, hogy a törzsében így működik? Mennyi lehet? 1-2 millió talán az egész bolygón? Már lehet, hogy annyi se. Már annyi se. Érted? Tehát elérték szépen az embereknél azt, hogy a szeretetben való együttműködés helyett ugye az önzés legyen. Az önzés. Az azt jelenti, hogy ne legyenek közös célok, hanem mindenkinek legyen saját olyan célja, amit lehetőleg most akar megélni. Tehát most. Miért mondom ezt a mostot? Megnézitek? Az emberek mindent a mostban akarnak megélni. Hát azért van a hitel. Ha nem lenne hitel, akkor próbáljál már mindent megélni a mostban. Majd akkor tudnád megélni, ha összegyűlt eléggé a pénzedre. Világos ez? Tehát egy olyan világban élünk, ahol az embereket arra kárhoztatják, mondhatjuk ezt, hogy a mostban akarjanak megélni. Ha mostban akarsz megélni, akkor nem lesz célod. Akkor tudod, mik lesznek? Célok helyett ötleteid. De az ötleteket másoktól meríted. Tehát még az embereknek saját ötleteik sincsenek, másoktól merítik az ötletet, például a tévéből, mit tudom én, egy filmből, érted? És amit látnak a filmben, hú, de jó ötlet, nekem is kell. Amit lát a szomszédnál, hú, de jó ötlet, nekem is kell. Persze az is valahol látta, tehát gyakorlatilag nem találnak ki semmi olyat, amit a jövőjüket szolgálná, ami felé haladni kellene. Érted? Nincs ilyen. Gondold végig. Nincs. Mindent azonnal és most akarnak az emberek elérni, és ehhez, hogy most azonnal elérjék, nem kellenek célok. Tehát az nem cél, amikor valakitől látsz valamit, és azt mondod, hogy te is akarod. Az nem cél. Érted? Az a cél, amit magadtól találsz ki. Világos ez? Tehát én nekem régebben, mikortól, gyerekkoromtól olyan autót szerettem volna mindig, amit nem nagyon látok. Érted? Amit ritkán, így van. Például volt, hogy vettem egy autót, érted? És jó autót vettem. Tehát jó típus, meg minden. Megvettem is, mire hazáig értem, kb. 3 vagy 4 olyat láttam, érted? 2 hónapon belül meg is szabadultam tőle. Én nem akarok olyat. Érted? Olyan autóm volt, hogy nem is tudták, milyen típus. Például, nem tudom, hallottatok már olyanról, hogy Lancia Kappa.
lancsa. Érted? Lancsa márkát, az a kappa az a legnagyobb lancsa volt. Nem ismerték. Beálltam a benzinkútra, és akkor azt kérdezték, hogy ez rover? Mondom, nem rover, az lancsa. Érted? Tehát az emberek nem tudnak kitalálni, lát egy BMW-t, nekem is kell, lát egy Mercedes-szal, nekem is kell, lát egy Audit, nekem is kell. Nekem pont azért nem kell, mert mind a öt ezeket látom. Érted? Mert akkor hol az én kreativitásom? Érted? Hát az ember egy gondolkodó lény, nem egy másol, egy másoló majom. Érted? Hát gondold végig. Hát a majom az, amit mindent lemásol, utánoz. Hát az emberek egy utánozó majmukká váltak, érted? Ahol, mint ha nem lenne kreatív gondolkodás. Ugye most is olyan autóim vannak, két autónk van, amiből kevés fut. Kevés fut. És például abból a típusból, ugye az egyik típusból, mióta megvettük, mennyi lesz, már másfél éve vettük, hát azóta gyakorlatilag vagy kettő olyat láttunk, mint a miénk. Érted? Pedig képzeljétek el, úgy hívják, hogy Peugeot. Amiből van rengeteg, de abból a típusból gyakorlatilag nem sok van. Kombik vannak, miénk az nem. Nem kombi, nem is kellett volna kombi nekünk. Na az nem tetszett a kombi. Lejjemnek meg főleg nem tetszik. A kombi sose tetszett. Na mindegy. Ezt most csak azért mondom, mert gondold végig, egy ilyen világban élünk, hogy nincs cél, az, hogy cél, el van felejtve. Azok a könyvek, amik a célről szólnak, azok nem is tudom, kinek szólnak. Tehát az emberek már rég, mióta ez a hitelrendszer van, mióta kapitalizmus van, azóta nem követnek célokat. Azóta utánoznak. Szó szerint utánoznak. Érted? Szó szerint. Meglátnak egy házat, hol nekem olyan kell. Meglát a tévében egy berendezést, hol nekem olyan berendezés kell. Érted? Ez utánzás. Az utánzás, én gyerekkoromban azt tanultam, hogy az utánzás majom szokás. Így van. Vagy rosszul látom? Vagy túl direkt vagyok? Érted? Nincs gondolkodás. Nincs kreativitás. Érted? Most átlagember szintjén mondom, nincsen, nincs, mindent utánoznak, mindent utánoznak, semmilyen kreativitás nincsen. És gondoljátok végig, mi lesz ebből az egészből, hogy így haladunk tovább? Mi lesz belőle? Hát de most ugye egyik verzió az, hogy nincs Isten és tönkretesszük a bolygót. A másik verzió, ugye ez az én verzióm, hogy igenis van, és van gazdánk, hogy ne lenne, persze. Tehát amit úgy hívnak, hogy nyilván ott is van egy vezető, és ott is van egy hierarchia, de ott istenekről beszélhetünk. Mert nem egy Isten kormányozza. Most gondold végig csak az UFO észleléseket. Párhuzamosan tudnak UFO észleléseket csinálni, akkor biztos egy UFO van a világegyetemben, nem? Amit úgy hívnak, hogy Isten. Nem? Mert akkor az Isten is UFO, gyakorlatilag, nem? És akkor mi van azzal a párhuzamos itt-ott-amott észleléssel, vagy mi van az, amikor több UFO-t észlelnek egy helyen egyszerre, érted? Mit tudom én, alakzatba jönnek, akkor az hogy van? Akkor az egy szétbontja magát, aztán úgy jön, vagy hogy? Hát akkor az azt jelenti, hogy több olyan lény, ha csak nem automatikus irányítású, több olyan lény ül benne, aki nálunknál sokkal fejlettebb. És akkor mit keresnek azok itt? Hát nyilván nem azért jönnek, hogy na tanuljunk valamit az emberektől. Hát nyilván nem ezért. Hát azért, mert itt nekik dolguk van, és nyilván nem az a dolguk, hogy na most akkor mit tudom, hogy bányásszuk ki az aranyat. Lehet, hogy éppen olyan dolguk van, hogy vigyük el, de hogy kibányásszák, az biztos nem. Tehát ők nem fogják kibányászni innen az aranyat, max elvinni. Érted most? Ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag mi felügyelet alatt állunk. És gondolod, ez olyan, mintha, mit tudom én,
mondjuk lenne egy börtön, és ott vannak a börtönlakók, ugye az elítéltek, és akkor azt mondaná a börtön tulajdonos, hogy hát mindenki végtelenségig azt csinál itt a börtönben, amit akar. Hol láttál te már ilyen börtönt? Tehát ott vannak konkrétan meghatározott dolgok, amit meg kell tenni, és ha nem teszik meg a fegyencek, akkor mit csinálnak velük? Hát bünti, így van. Így van. Tehát kemény. És ugyanez, hát itt van egy bolygó, érted, felügyelet alatt áll, ez jó is. Miért jó ez, hogy felügyelet alatt állunk? Hát azért is jó, mert gondold végig, nem jöhet, mehet akárki, aki jönne. Kintről természetesen. Mi sem mehetünk sehova, de ők se jöhetnek. De gondolod, hogy egyszer nem sokalnak be ettől sok hülye embertől? Érted? Én nekem van egy kapcsolatom velük, mondják, hogy mi hogy lesz, mi mikor várható, érted? Mi miért volt. Ha esetleg, mit tudom én, nem szóba mondják, tehát gondolatban átküldve, hanem úgy, hogy, mit tudom, előállítanak egy helyzetet, hogy rálássak arra a dologra, vagy legyen egy találkozásom valamivel, vagy valakivel abban a dologban, érted? Azért, tehát én tudom, hogy van egy gazdánk, nem egy gazdánk, hanem vannak gazdáink, érted? Persze, mondom, van egy közös vezetőjük, de hát az egy dolog. Na most nehogy azt gondoljuk, hogy ezt sokáig fogják tolerálni, ezt a tudatlanságot, tehát ami itt folyik a bolygón. Tehát itt a legnagyobb probléma az, hogy a jó emberek nem tesznek semmit, érted? Tehát ez a legnagyobb probléma, tehát nem az a gond, hogy a gonosz eluralkodott a Földön, nem ez a gond, hanem az, hogy a jó emberek nem tesznek semmit, érted? Tehát a jó embereknek elég ez a tunya élet. Hát tunya, hogy is mondjam, olyan élet, tehát ez a tunya tudatlanság, na ezt akartam mondani, tunya tudatlanság, érted? Az gyakorlatilag elég nekik. Tehát hogy mit jelent a tunyaság, hogy nem nagyon akarnak olyat csinálni, aminek van értelme. Hát a legtöbb ember azon kívül, hogy a maga saját faj fenntartását és faj fenntartását gyakorolja, érted? Azon kívül mi az, amit tesz, érted? Azon kívül. Tehát mit? Mondjuk az emberiségért. Mit tesz? A faj túlélését biztosítottad azzal, hogy van két gyereked, vagy három, vagy egy, és akkor megtetted a magadét, úgy gondolod? De hát az állat is így működik. Akkor egyenértékűek vagyunk az állattal? Hát nem sokkal többre vagyunk hivatva, gondold végig. Tehát arra vagyunk hivatva, hogy mindent tönkre tegyünk? Én szerintem nem arra vagyunk hivatva. Hát gondold végig. Hát az ember arra hivatott, hogy valahonnan jött, mint lélek, és valahova tartson. A legtöbb ember hova tart? A következő inkarnációba tart, ami egy sokkal nehezebb inkarnáció lesz számára. Oké? Most gondold végig, miért nehezül a világ? Mert azok, akik meghaltak, azok már egy nehezebb világba kell, hogy inkarnálódjanak. Logikus? Miért? Mert bocs, elbaszták az előző életükben. Oké? Tehát ő nem születhet be egy jobb világba, érted? Mikor ő létrehozott egy rosszabb világot. Vagy nem tett azért, hogy jobb világ legyen. Semmit. Érted? Tehát akkor ez azt jelenti, hogy neki be kell születni egy rosszabb világba. Hát miért kell egy rosszabb világnak lenni? Hát mert nehezülniük kell az újszülötteknek, meg akik felnőnek, azoknak az életük.
Miért? Mert az előzőt elszúrták. Világos ez? És nem csak a saját életüket elszúrták, hanem az emberiség jövőjét elszúrták. Érted? Tehát ha megnézed, nehogy ma azt mond nekem, hogy nem változott meg, nem változtak meg a generációk. Nehogy ma azt mond nekem. Tehát én arra emlékszem még, hogy azok, akik 18-ig éltek, 1918, mármint úgy, hogy az előtti időszakban születtek, tehát 1918 előtt, azok tök normálisak voltak. Azok nem voltak a fogyasztói társadalom része, érted? Azokra nem is tudták megetetni, hogy állandóan költekezzenek. Jött a következő generáció, 18 után születettek, érted? És azok révén, az a szüleim generációja, azok révén elérték azt, hogy ez az egész megváltozzon. Gondold végig. Tehát gyakorlatilag egy generáció alatt elszúrták a normalitást, a normális működést. Egy generáció alatt. És az a generáció már minket, ugye, rosszabbul nevelt százszor, mint ahogy ők lettek nevelve. De hát őket hiába nevelték jól, maga a társadalom szúrta el azzal, ami volt. Ha nyugat, akkor nyugat, ha kelet, akkor kelet. És kiket lehet ugye elsősorban elszúrni? Hát a fiatalokat. A fiatalokat. Tehát én láttam azt, hogy nagymamámat nem tudta elszúrni a tévé. Érted? Nem tudta elszúrni a különböző technika. Nem tudta elszúrni, érted? Nagypapámat se tudta elszúrni. Tehát az idősek, azok nem változnak ebben a tekintetben lényegesen. De a fiatalokon látni azt, hogy hogy elszúrja a társadalom. És látni azt, hogyha már egy elszúrt társadalom nevel gyerekeket, az még jobban elszúrja a következő generációt. Vagy rosszul látom? Persze, már van egy elszúrt generáció, amit rosszul neveltek, akkor még könnyebb manipulálni őket a média és egyéb dolog által. Világos ez? Tehát gondoljátok végig, hogy szerinted ebben van logika, hogy az ember az előző életét elszúrta, utána újra szület, akkor ő nem születhet be egy jobb világba, csak egy rosszabba. Érted? Hát most gondold végig, a múlt században 13 év alatt, átlagosan 13 évenként inkarnálódtak az emberek. A múlt században. Érted? Tehát gondold végig, mit tudom én, meghalt nekem 50-es években valaki, érted? Hát már lehet, hogy azóta még egyszer meghalt, és már megint inkarnálódik, érted? Simán. Vagy már inkarnálódott is. Mi van azokkal, akik rokonai mondjuk meghaltak, vagy tudom én, a háborúban, mint például az én nagyapám? Az azóta már lehet, hogy egyszer-kétszer inkarnálódott, érted? És ugye attól függ, hogy a tömegek hogyan élték az életüket abban az életükben. Hát ha tömegek elszúrják az életüket, akkor nem születhetnek egy jobb társadalmi formába, egy jobb társadalomba. Logikus, nem? Tehát nem kéne visszafordítani ezt a folyamatot? Tehát, hogy jobbá tenni az embereket? Hogy ne úgy halljanak meg, hogy mennyi kárt okoztak, hanem úgy, hogy mennyi hasznot. Nem? És ha nem kárt okoznak, akkor nem kell attól tartani, hogy majd egy nehezebb világba kell beszületniük. Érted? Tehát próbáld ki. Kapsz egy problémát. Nem tudod megoldani. Hányszor kaptad ugyanúgy meg azt a problémát, addig, míg nem tudtad megoldani? Igaz. Hányszor? Gondold végig, hányszor? És ha még mindig nem oldod meg, mert még azt mondod, hát még csak egyszer-kétszer kaptam. Kapod, ne aggódj, lesz harmadik hasonló probléma. Érted? Hát addig lesz, amíg nem tudod megoldani. És ha figyeled, még azt is megfigyelheted, hogy mindig egy kis nehezítéssel kapod a következő hasonló problémát.
Ha most azt gondolod, hogy az életedben így működik, akkor az inkarnációd révén nem így működik. Tehát azt gondolod, hogy ezt az életed, az előző életedet elcseszted valamilyen szinten, akkor most egy jobb életet élsz. Dehogy élsz jobb életet. Hát ha csak nem jössz rá arra, hogy jobb életet kellene élned. Érted? De ahhoz kellene egy kis tudatosság, meg kellene egy kis hit. Gondold végig, a legtöbb ember itt Európában nem hisz a reinkarnációban. Nem hisz. Na mondom, nézd meg logikusan. Nem lehet jobb helyzet abból, hogy az ember rosszabbul csinál dolgokat. Ez olyan, mint az élet, nézd meg. Minél, tehát elkezd valaki valami rosszul csinálni, és utána belemegy egy rosszul csináló sorozatba, és egyre rosszabbul él. Érted? Hát ugyanez az életünk az inkarnációk során. Tehát a társadalom elrontja a dolgokat, akkor csak egy rosszabb társadalomba születhetnek be. Logikus? Nem születhetnek be jobba. De az életünk sincs úgy, hogy elrontod a dolgaidat, és akkor na, megjutalmaznak ezért, mert elrontottad. És akkor tök jó dolgok elkezdenek vele történni, sorba elrontottál minden. Hol láttál ilyet? Hát ilyen nincs, csak a mesébe. Világos ez? Tehát az életünkben ott van a logika minden területen, érted? És amiben nincs logika, ott az azt jelenti, hogy te nem látod benne a logikát, érted? Mert nem érted. Azért. De ha értenéd, akkor látnád benne a logikát. Tehát miért kell meglátni mindenben a logika? Mert tudod, mit jelent a logika? A gondolkodást. Azt jelenti. Tehát az azt jelenti, hogy a világegyetemben nem lenne élet, ha nem lenne gondolkodás. Nem lenne semmi, még kő sem lenne. Tehát nem lenne anyag, érted? Ha nem lenne logikus gondolkodás a világegyetemben. Tehát mindenben megtalálod a logikát, és mindenben megtalálod a logikus teremtést. Érted? És amiből hiányzik a logika, olyan nincs. Az olyan van, hogy az adott értelmes lény nem érti, és nem tudja megtalálni benne a logikát. Világos ez? Jó? Hát, hogyha szeretnél esetleg visszafordítani ezt a folyamatot, akkor mi erre törekszünk, hogy legyen egy aranykor. Ennek meghatározott ideje van, hogy mikorra kell a bolygón aranykor lenni, ez 2035. Hát az azt jelenti, hogy ha ez nem történik meg, akkor nagy baj lesz, jó? Ezen a bolygón. Köszönöm szépen a figyelmeteket. Ha valami hiányzik avval kapcsolatban, hogy hogy legyél tanuló, keress olyan PPA-sokat, akikkel tudsz ezekről a dolgokról kommunikálni, hogy hogy lehetsz itt tanuló. Rá fogsz jönni, hogy ilyen kedvező tudásátadásra máshol úgysem találsz. Jó, úgyhogy várunk szeretettel egy olyan közösségbe, amely tényleg tud, akar és tud tenni az emberiségért és az emberekért, de az emberek úgy tudnak tenni magukért, hogyha fejlődnek. Jó? És az emberek minél több ember elkezd fejlődni, annál jobb dolgok fognak történni ezen a bolygón. Tehát ha megnézitek, ez a két év, amit Covid-dal eltöltöttünk, ez még tovább rontotta a logikát, és még tovább rontotta a helyes gondolkodást. Még tovább rontotta. Oké? Köszönöm szépen a figyelmeteket, szeretlek benneteket, sziasztok! Köszönöm szépen!